A cukorbetegség kialakulásában szerepet játszik a genetika is, de inkább a környezeti faktor, ami elősegíti. Ilyen lehet a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és az ebből adódó elhízás. A betegség felismeréséhez fontos szűrővizsgálatra menni, vagy akár otthon évente legalább egyszer a vércukorszintet megmérni. Azoknál, akiknél a családban előfordul a cukorbetegség, betöltötte a 45 évet, vagy túlsúlyos, a mérés évente többször is ajánlott. Az egyes típusú az főleg a fiatalabb korosztályt érinti, persze merev határok nincsenek, ez egy abszolút inzulin hiányos állapot, tehát itt az inzulin adása, a szusztitúciója fontos, és inzulinnal gyógyítható. Sokkal 90%-a a cukorbetegeknek a kettes típusba sorolható, sajnos a civilizációval, az urbanizációval egyre fiatalabb korosztályt érint. Korábban ezt a idősebb korosztályra tették, de egyre fiatalabb elhízunk, nem megfelelő életmódterápiával, keveset mozgunk, táplálkozásunk nem megfelelő, mint említettem, tehát fiatalkorban is előfordul a kettes típusú cukorbetegség. Az inzulin kezelést már 1922 óta alkalmazzák, a betegség kezelése egyénfüggő, ennek hiánya azonban további problémákhoz vezethet. A kettes típusú cukorbetegek magas vérnyomásban szenvednek, dislipidémiájuk van, tehát magas a koleszterin szintjük, magas a triglicerid szintjük, a húgsav szintjük magasabb, tehát ezek úgymond kísérő betegségek, elhízottak, tehát nyilván a mozgásszervi panaszok is előtérbe kerülhetnek, és hát a szív- és érrendszeri megbetegedés is a kettes típusú cukorbetegben frekventáltabban fordul elő, pláne ha egy rendezetlen anyagcseréjű egyénről van szó. Egészséges táplálkozással, valamint rendszeres mozgással a cukorbetegség is megelőzhető lenne. Szakemberek szerint kerülni kell a cukros, illetve alkoholos italokat, a fehérlisztből készült pékárukat, valamint tanácsos magas kakaótartalmú csokoládék és üdítő italok helyett vizet fogyasztani.